Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt vagyunk az Országház épületében, és mivel a végrehajtó maffiára akarunk újabb csapást mérni, nem is meglepő, hogy dr. Pfister Zsuzsa áll itt mellettem, és nem azért van raktapasz Zsuzsa arcán, mert a végrehajtó maffia beváltotta a fenyegetését, bár komoly fenyegetéseket kapott, korábban csak egyszerűen egy baleset érte, illetve itt áll mellettem dr. Apáti István, aki a parlamenti frakciónkon belül is jogászként természetesen viszi a témát, és egy nagyon-nagyon fontos lépést szeretnénk ma tenni. Nyilván mindenki tudja azt, és hát konkrétan Sadd György, a végrehajtó maffia feje, a végrehajtói kar korábbi elnök, aki jelenleg letartóztatásban ül. Ő maga mondta el nekem korábban egy YouTube videóban, hogy komplett iparág épült arra, hogy elévült tartozásokat, szabálytalan fizetési meghagyásokat végrehajtsanak. És ebben óriási segítségükre van az, hogy 2010 óta nem a bíróságok, hanem egyszerűen futószalagon közjegyzők mindenféle vizsgálat nélkül szabályszerűvé tehetnek bármilyen ilyen igényt. Ezzel kapcsolatban mondta el például Sadd György azt, hogyha most bejelenteni azt, hogy 10 millió forinttal tartozom neki, miközben persze nem adott nekem 10 millió forintot, akkor ez egyszerűen azért végrehajthatóvá válik, hogyha én mondjuk nem veszem át a levelet, elfelejtem, stb. Akkor onnantól kezdve behajtatják rajtam. Tehát nyilvánvalóan ez a rendszer nem jó, és ebben a rendszerben rengeteg lehetősége van a zavarosban halászóknak, a végrehajtó maffiának, követeléskezelőknek, azoknak a társaságoknak, cégeknek, akik direkt az emberek kifosztására szakosodnak. Ezért kezdeményezzük most itt az igazságügyi bizottságnál határozati javaslat formájában, hogy álljon vissza a régi rend, tehát a bíróságok elé kerüljenek az ilyen követelések, és a bíróság döntsön alapos vizsgálat után, mindkét fél meghallgatása után, hogy végrehajtható-e egy ilyen fizetési követelés. Ami az mozgalom határozott álláspontja egyébként, azon kívül, hogy a fizetési meghagyás, mint olyan követelésbe hajthatósági jog lehetőség a közjegyzőket a devizacsalásban elkövetett tevékenységük miatt is felelősségre kell vonni. Éppen ezért a fizetési meghagyás mellett a végrehajtási záradékokat is meg kell reformálni, amire ez a határozati javaslatunk is kiterjed. Ugye nagyon sok visszaélésre ad okot és lehetőséget ez a fizetési meghagyás és a végrehajtási rendszer és jelenlegi szabályozásnak a egész ténye. Amit még én hallottam félfüllel ilyen benfentes információkból, hogy akár még maguk a végrehajtók is egyébként ezzel a fizetési meghagyás, mint olyan követelésbehajtási móddal próbálnak úgy kiemelni a letéti számlájukról adózatlanul követeléseket, amit ugye majd a saját hasznuk lesz. És pont ez a fizetési meghagyás kibocsátásával ilyen fiktív tartozásokat generálnak, és ezáltal adózatlanul tudják a letéti számlájukról ezeket a különféle összegeket és követeléseket ugye átvándoroltatni a saját zsebükbe. És mondjuk nagyon sok ilyen visszaélésről is hallunk. Éppen ezért kezdeményeztük a fizetési meghagyásnak és a végrehajtási záradéknak az újbóli bírósági hatáskörbe helyezését. Kezdődik közben a bizottság ülés, úgyhogy ott pedig Apáti István fog érvelni. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt meghívottak, köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. Soron következik első napi rendi pontunk. A közjegyzők által kibocsájtott fizetési meghagyás és végrehajtási záradék újbóli bírósági kibocsájtási hatáskörbe utalásáról szóló Torockai László és Apáti István Mi Hazánk képviselők által benyújtott H/ 4150 számon határozati javaslat tárgysorozata vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntöm előterjesztők képviseletében mindkettőjüket. Kérdezem, hogy ki szeretné szóban is előterjeszteni. Igen, Apáti István képviselőnek megadom a szót, hogy előterjesztésüket szóban is indokolásra vessék parancsolatot. Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Egy rendkívül fontos, kiemelt súlyú javaslattal folytatjuk itt a másfél hónapos nyári szünet után, és szeretném mindenkinek itt dupla kávé helyett az éberségét fölrázni, vagy esetleg még a késő nyári kábulatból visszahozni a képviselőtársaimat, hogy tegyünk egy kísérletet arra, hogy a
közel másfél évtizedes, szinte töretlen hagyományokkal szakítanak, és csak azért utasítanak majd el egy ellenzéki indítványt, mert az ellenzéktől érkezett, és adott esetben önöknek egy elég fájdalmas pontjukra tapint rá. Ha egy kicsit távolabbról akarom megközelíteni ennek a javaslatnak az indoklását, akkor azt kell mondanom, hogy egy olyan minimum országos, de talán nemzetközivé dagadt botrányt érint igen jelentős mértékben, amit ugye a végrehajtó maffia megnevezéssel illethetünk, és amely végrehajtó maffia lebuktatásában, vagy az ügy felszínre kerülésében nagy képviség nélkül, de kellő önbizalommal kijelenthetjük, hogy a mellettem ülő Toroczkai László frakcióvezető és pártelnök úr, és a hallgatóság körében helyet foglaló dr. Fischer Zsuzsanna nagyon komoly munkát végzett, nagyon komoly munkájuk van abban, hogy 2021-ben ez az ügy kipattanhatott, hiszen többször, ha úgy tetszik, oknyomozó riportokat készítettek ebben a tárgykörben magával, az egyik, de nem egyedüli főkolompossal, Sárdő úrral is. Itt az úr megszólítást, vagy minősítést inkább többszörös idézőjelbe tenném. Egy olyan ügykörről van szó, tisztelt képviselőtársaim, amely, nem vagyok ezzel a véleményemmel egyedül, talán a legaljasabb típusú intellektuális bűncselekmény sorozathoz kapcsolódik, amikor is tisztességes magyar emberektől, magánszemélyektől, vállalkozóktól vették el a vállalkozó és magánvagyonukat, tiltották le nyugdíjukat, munkabérüket, fizetésüket, megbízási díjukat, és legtöbbször az életük munkájával összerakott, összegerebézett egyetlen vagyontárgyat, a lakásokat vagy a családi házukat. Ezt hagytam a felsorolás legvégére, pedig ez a leghangsúlyosabb. Tudjuk jól, hogy nem csak Észak-Kelet-Magyarországon, hanem az ország nagy részében a legtöbb magyar ember, a legtöbb honfitársunk számára az egyetlen vagyona, vagy a messze a legértékesebb vagyontárgy az a lakás, vagy jobb esetben családi ház, amelyet mondjuk évtizedek ezelőtt felépített, újított, szépítgetett, és aztán a végrehajtó hiénák ezt rövid idő alatt orvul, visszajelve ezen emberek sokszor jogban való járatlanságával elvettek. És azért is olyas az a történet, hiszen bár jogerős ítélet, sőt még elsőfokú ítélet sincs az ügyben, azért mégiscsak belekeveredett ebbe a történetbe jó miniszterasszony, korábbi helyettese, ugye Völner úr, aki nyilván politikai kapcsolatainak köszönheti azt, hogy nem letartóztatásban, vagy régebben hívtuk előzetes letartóztatásban várja legalább az elsőfokú ítélet megszületését. És hát ugye nehéz lenne azt mondani, persze le lehet tagadni, de személyeskedés nélkül állíthatom azt, tisztelt bizottság, hogy az előbb említett jó miniszterasszony lemondásában valószínűleg mégiscsak lehet szerepe, hatása ennek az ügynek, amelyről valószínűleg a következő években nagyon sokat fogunk beszélni. És levonva már előzetesen is ezeket a tanulságokat, ha már Völner nincs előzetesben, akkor legalább mi előzetesen mondjuk le ezeket a tanulságokat, amelyek a magyar emberek jogfosztásához, vagyonoktól való elvételéhez, megfosztásához, vagyonoktól való megfosztáshoz vezethettek. Az egyik ilyen nagyon fontos javaslat az, amely itt most önök előtt fekszik, és szeretnénk a kivételesen, ugye ez a mi szánkból egy kicsit talán furcsán hangzik, de ritka kivételek mindenre vannak, így arra is, hogy 2010. június 1-e előtt ez bizony jobban működött, mint 2010. június 1-e után. Itt arról van szó, hogy az a pont, amikor sok esetben meggyújtják azt a képzeletbeli kanócot, amely aztán ahhoz vezet, hogy az emberek elveszítik a vagyonukat, és aztán mehetnek akár a Blaha-Lujza térre, vagy éppen ahol helyet találnak, amikor meggyújtják a kanócot, mint a fizetési meghagyást kibocsátják. Korábban elsőfokon eljáró bíróság tehette ezt meg, aztán önök, illetőleg az önök akkor igazságügyi vezetése, ki tudja, hogy melyik aztán később miniszterré vált úriember, villámgyorsan, ahogy az első kétharmados felhatalmazást megkapták, az akkori jogalkotási őrületben, dömpingben, hát alkotásnak nem lehet nevezni, inkább törvénygyártásnak, ezt becsempészték a szabályok közé, a közjegyzők hatáskörébe utalták, elvették az első fokon eljáró bíróságoktól, azzal a felkiáltással, hogy szegény bíróságok mennyire túlterheltek, és akkor jobb lesz, hogyha a közjegyzők végzik ezen fizetési meghagyások kibocsátását. Szeretném önöknek jelezni, hogy átlagban évente 500 ezer, nem elhallás, vagy félreértés, vagy mi hazánkos túlzás, hanem 500 ezer
fizetési meghagyásról beszélünk átlagosan. Már a számból is érzékelhető, és abból, hogy 315 közjegyző működik, ami a legjobb tudomásunk szerint Magyarországon. 315 közjegyző, 500 fizetési meghagyásáról beszélünk. Hogy ezt ellenőrizni, tehát a követelés jogosságát, törvényességét, megalapozottságát, akár dokumentumokkal, vagy más bizonyítékokkal való alátámasztottságát, az finoman szólva is meghaladja egy közjegyző lehetőségeit. És hát sok esetben az történik, hogy amikor a végrehajtást kérő, vagy a hitelező, az úgynevezett hitelező, befárad a közjegyzőhöz, ugye 3 millió forint alatti tartozásnál nem ismert máshová, 3 milliót meghaladó, de 30 milliót nem meghaladó esetében lehet mérlegelés tárgya, hogy közjegyző vagy elsőfokú bíróság el, és 30 millió fölötti, 30 milliót meghaladó tartozásnál jár jelen pillanatban csak elsőfokú bíróság. Na most ezekből az arányokból, az 500 ezer és a 315 arányából is érzékelhető, hogy nagyon sok esetben megalapozatlan fizetési meghagyások kerülnek kibocsátásra, és még mielőtt valaki azt mondaná, hogy na hát akkor a közjegyző büntetőjogi és polgárjogi felelősséggel tartozik a munkájának a jogszerűségéért, rögtön megkérdezném, így egy képzeletbeli vitát elkezdve vagy generálva, hogy hány közjegyzőt hallottunk az elmúlt 13 évben a felelősségre vonás keretei között. Hány közjegyzőt vontak felelősségre, amiatt, hogy teljesen megalapozatlanul, vagy részben megalapozottan, de túlzott mértékben bocsátott ki fizetési meghagyásokat. Nagyon ott tartunk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy gyakorlatilag a kutyám is tud fizetési meghagyásos eljárást indítani a kecském ellen, ha még éppen kecském nincsen, de gyakorlatilag erre is sor kerülhetne. Kreatívan lehet megképezni nagyon komoly forrásokat, amely aztán a közjegyzőktől, az igazságügyi miniszter helyettesén át a magyar bírói bírósági végrehajtói kar vezetőségéig gyakorlatilag egy nagyon komoly határútvonala lehet. Csak ez a jogcím, a fizetési meghagyások nyomán indított végrehajtási eljárások, hogy a végrehajtó maffia gyakorlatilag szinte korlátlan mennyiségű pénzt tudjon bezsebelni, vagy legalábbis megkísérelni bezsebelni. Egy egyetlen komoly védelmi lehetőséget lát a Mi Hazánk mozgalom, és tulajdonképpen erről szól a javaslatunk, hogy állítsuk vissza ilyen értelemben a 2010. június 1-i előtti állapotokat, hiszen az a helyes, hogyha az első fokon eljáró bíróságok bocsátják ki, vagy végzik ezeket a fizetési meghagyásokat, ők engedik útjára ezeket az eljárásokat értékhatár megkötés nélkül. Vissza kell utasítanom a személyeskedő részt, azt, ami az igazságügyminiszter asszony, volt igazságügyminiszter asszonya, Varga Judittal kapcsolatban a rendőrséggel és a közjegyzőkkel kapcsolatban hangzott el. A harmadik cölöd, hogy lényegében ugye ez a határozati javaslat arról szólna, hogy a fizetési meghagyások elrendelői ne a közjegyzők legyenek, hanem a bíróságuk, és itt indoklásként fölhozta, hogy problémás az, hogyha kiadják ezt a fizetési meghagyást, és 15 napon belül a kötelezett nem él ellenmondással, mert akkor jogerős bírói ítélet módján végrehajtható okirat lesz benne. Ez akkor is az lenne, hogyha ezt nem a közjegyzők, hanem a bíróság bocsájtana. Azért az elég kemény, amikor a jelenleg letartóztatásban ülő végrehajtó maffia feje, a végrehajtói kar korábbi elnöke, Sagy György szókimondóbb, őszintébb és korrektebb a magyar néppel kapcsolatban, mint a kormánypárti képviselők, ugyanis ő maga mondta el nekem az egyik YouTube csatornám a Bárki által megtekintető videóban, hogy komplett iparág épült az elévült tartozások behajtására, végrehajtására, és bizony ebben érintettek, nem csak végrehajtók érintettek, nem csak követeléskezelők, hanem közjegyzők is érintettek, és ő maga mondja el azt, hogyha most ő éppen ellenem, mert éppen velem beszélgetett egy ilyen oknyomozás alkalmával, hogyha ő most ellenem bármilyen ilyen jellegű végrehajtást akar indítani, és azt mondja, hogy én egyébként tartozom neki mondjuk 10 millió forinttal, miközben soha nem kértem tőle kölcsön, akkor az, ha én elmulasztom mondjuk átvenni éppen az egyik levelet, akkor az könnyen végrehajthatóvá válik. Tehát, hogy ő őszintén beszél erről. Az, hogy kiszemélyeskedett szerintem itt alelnök úr után,
dr. Apáthy Istvánnal kapcsolatban szerintem kár beszélni. Nem személyeskedtünk, hanem azt gondolom, hogy egy igazságügy miniszter, asszony, vagy egyáltalán egy kormányzó párt részéről itt, hogyha mi az igazságot tárjuk föl, és megnevezzük a felelősöket, megnevezzük azokat, akik igenis részt vettek az elmúlt 13 esztendőben, de persze mi tovább mehetnénk az elmúlt 30 évről is beszélhetnénk, részt vettek ezekben a szó szerinti csalássorozatokban, ugyanis én nem tudom máshogy nevezni azt, amikor még egyszer mondom, komplett iparág épül arra, hogy elévült tartozásokat, vagy szabálytalan tartozásokat, szabálytalanul a jogszerűséget, a jogot megkerülve akarnak végrehajtani, és önök ezt a rendszert védik, akkor nem tudok más mondani, mint hogy akkor szerint önök is, és ez nem személyeskedés, akkor önök is felelősek, önök is cinkosak abban, hogy ez a rendszer továbbra is így maradjon és működjön. És Magyarországon ezt hallhattuk, évente 500 ezer ilyen eset van, ezt magyarok tízezrei tudják alátámasztani. Bármit mondanak önök, bármit gondolnak erről, magyarok tízezrei, hanem százezrei pontosan tudják, hogy vissza lehet élni jelenlegi rendszerrel. Mi ezért szeretnénk visszautalni a bíróságok hatáskörébe az ilyen ügyeket. Köszönöm. Szavazás következik, kérdezem a bizottság tagjai, támogatják-e a fenti javaslat tárcsorozatba vételét, kérem gombnyomással nos szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárcsorozatba, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. No hát látható, hogy a kormánypártok leszavazták már megint a kezdeményezésünket. Sajnos nem mondom, hogy ez meglepő, mert jellemző a kormánypártokra. Mi egészen biztosan nem így működünk majd, hogyha mi fogunk kormányozni Magyarországon, hogy bármi érkezik, akár egy észszerű javaslat a magyar nép érdekében, akkor azt lesöprik az asztalról érdemi vizsgálat nélkül. De ebben az esetben a végrehajtó maffia esetében és a végrehajtói karral kapcsolatban már nagyon sokszor az a gyanú is fölmerült részünkről, hogy maga a Fidesz, a kormánypártok érintettek ebben a maffiában, ők is profitálnak ebből, és ezért védik folyamatosan a maffiát, de természetesen mi nem adjuk fel a harcot, tovább folytatjuk a küzdelmet.